Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás szeptember 15-éig. A hétfői napon a hold uralkodik, ami itt látható, és megnézzük, hogy mire várhatsz, mire számíthatsz ezen a napon. A gólya jelenti a változásokat, ez lehet munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, sőt, lehet egy kisbaba születése is, vagy megváltozik valami a külsődön, a hozzáállásodon. A keddi napon Mars bolygó uralkodik. Itt fontos a biztonság érzete, ahol le tudsz horgonyozni. Ez a horgony jelenti a munkát, a hivatást is. Ez lehet egy munkahelyi változás. A szerdai napon vannak kihívások, feszültségek, harcok. Ez lehet, hogy nálad van ez a kihívás, de ezek lehetnek a politikai események is. Szertán Merkur bolygó uralkodik, és megnézzük, hogy mi várható ezen a napon. Ez a kereszt erősíti a hitedet, jelenthet vallási témákat, vagy egy spirituális területet, de jelent döntéseket is, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Csütörtökön Jupiter bolygó uralkodik. Itt a kutya jelentheti a házi állatokat is, de a hűséget meg a barátságukat. Lehet, hogy egy barát vagy egy barátnő közeledik hozzád, találkozni akar veled. Pénteken Vénusz bolygó uralkodik. Itt a hold jelentheti az anyukádat, jelentheti az anyai témákat is. De kihat az álmokra, az éjszakára, a vágyakra, az elképzelésekre. Lehet, hogy valaki álmodik, vagy álmodozik rólad. Szombaton Szaturnusz bolygó uralkodik. Itt látható a szépség, egy kreatív tevékenység, egy látogatás, egy meghívás, vagy egy ajándék. Valami kellemes, valami szép történik veled. És itt középen van a nap szimbóluma, és a nap uralkodik vasárnap felett. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt lesz egy hír, lesz egy levél, vagy lesz egy szerződés, ami fontos lehet számodra. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dendera!